Amikor az Európai Unió határához érnek, már nem menekültek, hanem bevándorlók. Köszöntöm a stúdióban Volner Jánost, a Jobbik alelnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallottuk a pártelnököt, Vona Gábort, azt mondta, hogy meg kell védeni magunkat. Ezek szerint most nem ez történik? Ugye épült egy kerítés, délen születtek bizonyos jogszabályok, ez most kevés? Ez még kevés egyelőre, hiszen az Európai Unió részint visszatoloncolhatja a migránsokat Magyarországra, részint pedig egy kvótarendszer keretein belül megpróbálja ránk kényszeríteni ezeket az embereket. Ezért mondta azt a Jobbik, hogy a helyzetet egyértelműen jogi eszközökkel is rendezni kell. Mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy módosítsuk az alaptörvényt annak érdekében, hogy egy ügydöntő népszavazással a magyar nép kimondhassa azt, hogy sem a visszatoloncolásból, sem a kvótarendszerből nem kér, és nem vagyunk hajlandóak befogadni a migránsokat, akiket a nyugat-európai államok vezető politikusainak a felelőtlensége csalt Nyugat-Európában. Ezt mondja a magyar kormány is, és az Európai Bírósághoz fordult az ügyben, azt támogatják. Egyébként megszavazták a parlamentben, úgyhogy gondolom igen, de elégségesnek tartják-e bizonyos szempontból azért ezt a lépést? Természetesen nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden jogi eszköz ki kell meríteni. Én magam is javasoltam azt a kormánynak, mielőtt ezt a lépést megtette volna, hogy Fico mintájára, aki Szlovákia miniszterelnökeként kijelentette, hogy amíg ő ezt a funkciót betölti, addig egy migráns sem fog befogadni Szlovákia. Magyarország is tegye meg, röviddel később a kormány hála Istennek lépett ebben a kérdésben. Fontos az, hogy az alaptörvény módosításával a jogi feltételeket a magyar jogrendszeren belül teremtsük meg ehhez. Hát akkor jól értem, ez most még nincs lehetőség népszavazást kiírni. Egyelőre azért nincs, mert nemzetközi szerződésbe ütköző kérdés, és az Alkotmánybíróság vissza fogja utasítani ennek a népszavazásba történő vitelét. Viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy olyan módon döntsön róla a magyar nép, ahogy szeretne, és meggyőződésem szerint úgy szeretne a magyar nép dönteni, hogy kvóta rendszer ne legyen, ezt ne kényszerítesse ránk akaratunk ellenére az Európai Unió sem. Az Európai Bíróság eljárása lesz rövid idő, de gondolom egy ilyen törvénymódosító, alaptörvénymódosító javaslatot letárgyalni, utána kiírni egy népszavazást, akkor az átmenni bizonyos eljáráson, láthattuk, ez is szintén éveket vesz igénybe. Nem lehetne valami gyorsabb megoldást? El tudom képzelni, hogy nem, de miért van szükség ilyenekre, amik tudjuk, hogy előre éveket vesznek igénybe? Nem vesz igénybe éveket. Most gondoljon bele, a jövő héten, hogyha kell, a Jobbik biztosítja a kétharmados támogatottságot, ami most hiányzik a Fidesznek, elfogadjuk az erről szóló törvényt, és nagyon rövid időn belül véglegpontot teszünk ennek az elhúzódó problémának a végére. Magyarországot legalább jogi eszközökkel is meg tudjuk védeni. De aztán utána kell egy népszavazást kiírni, ami viszont lehet, hogy tovább fog tartani. Nem fog. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha igazán gyorsan szeretne lépni a kormány, akkor a Jobbikkal együtt megvan a kétharmada ebben a nemzeti ügyben. Ez egy nem pártpolitikai ügy, ez egy nemzeti ügy, és nagyon gyorsan, egy-két hónapon belül jogi eszközökkel véget lehet vetni ennek a Herce utcának. Ettől függetlenül el kell indítani természetesen a jogi eljárást a bíróság előtt is, az Európai Unió bíróságánál, és ott is fel kell lépni a kvóta rendszer ellen. Említett, hogy nemzeti ügy is, ezt a kormány is hangsúlyozza egyébként. Mit gondol arról a hozzáállásról, amit a baloldal mutat ebben az ügyben? Néha, mintha egyébként támogatnának bizonyos lépéseket, de aztán lépnek kettőt hátra. Hát hadd mondjam el, a Jobbik álláspontja szerint egyértelműen viselniük kell azoknak az erőknek a politikai felelősséget, akik csábították ide a migránsokat, és azoknak a politikusoknak személy szerint is viselni kell a felelősséget, akik maguk is tevékenyen közreműködtek abba, hogy Magyarország minél több migránst fogadjon be. Ezeknek az embereknek a felelősséget vállalni kell, a választóknak pedig látni kell azt, hogy ki képviseli a magyar emberek érdekeit, és ki az a baloldal politikus, aki minden egyes Magyarországra betérő illegális bevándorlóban egy újabb baloldali szavazót lát. Ne felejtsük el, François Hollande, aki most éppen gyászol Franciaország élén, ő is egy olyan politikus, akit nem választottak volna meg akkor, hogyha a Nyugat-Európába korábban bevándoroltak, nem szavaznak rá. És a baloldal számára ez az egyetlen éltető erő Nyugat-Európában, el kell kerülnünk, hogy Magyarországon is egy ilyen politikai csapdahelyzetbe kerüljünk. Úgy néz ki, hogy a választók, bár most választás nem lesz, de a közvéleménykutatásokat ismerjük, hogy nem díjazzák különösebben a baloldal hozzáállását, említette Hollande elnököt. Nem vagyunk jó sok, de hogyan látja, hogyan fog alakulni az európai politika a közeljövőbe, a Párizs, illetve a bevándorlás hatására?
Úgy gondolom, hogy Nyugat-Európában még van esély arra, hogyha a nyugat-európai népek egészséges életösztöne kerekedik felül, akkor a baloldali kormányokat, a baloldali politikusokat egyszer s mindenkorra le fogják tudni cserélni. Én arra számítok alapvetően, hogy egy nemzeti irányú fordulat következik be Nyugat-Európába, ennek Kelet-Európában, például a lengyel választásokra gondoljon, teljesen egyértelmű jelei vannak. Ha ez nem így lesz, esetleg a Jobbik előveszi azt a témát, amiről már rég hallani, hogy az unióból esetleg ki kéne lépni, hogyha nem olyan lesz az unió, amit szeretnénk. Fontos az, hogy meg tudjuk Magyarország határait védeni. Nekünk fontos egyelőre az Európai Uniós tagság, hiszen az Európai Uniós kifizetések nélkül Magyarország gazdasága recesszióba süllyedne. Tehát akkor nem lépünk ki az unióba, nem szorgalmaznak ilyesmit? Nem, mi azt szeretnénk, hogy a magyar jogrendszer eszközeivel meg tudjuk magunkat védeni a kvótarendszer ellen, ez ellen meg tudjuk védeni magunkat, ha a kormány is hajlandó velünk összefogni. Mikor adják be a javaslatot a parlament elé, az alaptörvényre? Ezt a javaslatot a Fidesszel egyeztetjük, és természetesen minél előbb szavazásra szeretnénk vinni a kérdést. Valéri Ádám, köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm önöknek.